Úgy érzed, hogy az önkormányzati képviselőt igazából nem is téged képvisel? Zavar, hogy nincs kihez fordulnod a településedet érintő problémákkal? Kíváncsi vagy arra, hogy hogyan tehetsz ez ellen? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Mostanában hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy jól működő demokrácia nem az ők és a mi állandó boxmeccse. Helyi választásoknál sem arról van szó, hogy egy uralkodó csoportra szavazunk, akik utána a következő választásokig azt csinálnak, amit akarnak. Az önkormányzati választások, mint amilyen az őszi is, valójában arról szólnak, hogy felelős képviselőket választunk magunk közül. Olyan embereket, mint a gimis töri tanárod, a Sarki Virágos, vagy te magad, akikről elhisszük, hogy az elkövetkezendő 5 évben a mi érdekeinket fogják képviselni. És mivel az a dolguk, hogy minket, választókat képviseljenek, valahogy el is kell mondanunk nekik, hogy milyen problémákat látunk a környezetünkben. Én itt lakom nem messze, és feltűnt nekem ennek az utcának a felújítása során, hogy ez nem lett olyan tökéletes. Megmutatom, mi az, ami nem tetszik. Nem csak nekem, másoknak sem. Hogyha megnézzük a járda és az úttest közötti részeket, hát akkor ez ilyen, ahogy itt ez látszik. Mert például ez az oszlop környéke, ahogy kinézhet, ugye a cél az lenne, hogy egy városiasabb környezetet alakítsunk ki, hát ez mindennek kinéz, csak nem városias környezet. Meg felkeresték Szotter urat, aki el is jött és beszélgetett velük, de ennyit tudok a dologról. Igen, tehát, hogy azért hozzá eljutott ilyen jelzés, mert megkeresték konkrét problémákkal, hogy miért olyan, miért nem szebb. De választ kaptak? Hát néhány helyen történt kisebb intézkedés, máshol meg nem. Uh-huh. Jó napot kívánok! Mutatom a népeknek, hogy milyen ez a kocsi felhajtó. Uh-huh. És ezt a szép füvet kiültette? Igen. Gondoltam. Bizony. Az önkormányzat, amit ültet, majd lejjebb meglátja, tele van parlagfűvel. Uh-huh. Mikor jön az eső, Nagykörös útra, tessék oda nézni, uh-huh. oda emelkedni. Minden jön ide. A István utcáról minden ide jön, a garázsba, meg hátra... Befolyik? Micsoda? Befolyik, ugye? Kicsoda. Befolyik a napon. Hát a múltkor a vízóra aknámba ment a víz. Az utolsó esőnél. Felháborító. Ön megkereste már a helyi képviselőjét ezzel kapcsolatban? Kijött egy nagyképű úr, nem tudom, ő valami vezető volt, szóltam neki, olyan hangnemben beszélt az emberrel. Ugye az építők, a kivitelezők közön. Nem tudom, milyen kocsival volt, egy nagyon nagyképű, öntelt, leszarom, ez volt a válasz, menjen be az önkormányzat. Írunk egy közérdekű beadványt? Én nem írok már sem. De én megírom, csak ön segít, csak az segít, aláírja nekem, adja a kis nevét, hogy a maga feljáróját csinálják meg. Nem szeretné? Tessék, jó, én ebben tudok segíteni. Én meg azt mondom, hogy úgy kellene ezt a munkát átadni, ahogy minimum volt. Ezt szeretném elérni. Minimum volt. Hát ezt szeretném elérni. De én nem akarok senkinek neki menni, ez felháborító. De ez nem neki menni. Mi választani? Hát de akkor mi fog változni, semmi. Ha nem jön, ugye? Eladjuk a házat. Tényleg? Semmi. El akar költözni, nem mondja. Komolyan. Nem olyan rossz hely ez. Lehet. És miért nem gondolja, hogy önne, ha ezt jelezni, akkor lenne megoldás? Nem megyek én bele ebbe ilyen dolgokba már. De nem, én az Eleven Gyána civil csoportnak vagyok az önkéntese, és mi rengeteg beadványt adunk az önkormányzathoz, és kapunk mindig választ, és én azt remélem, hogy most ezt az egész... Van értelme. Ezt az egész utcát felmértem. És ezt szeretném, hogyha helyrehoznak. De ezt hogy lehet megengedni? De ehhez önök is kellenének. Azt hinnéd, hogy egy képviselőnek púp a hátán egy ilyen megkeresés? Van bár hivatalos formaság, de a képviselőddel kapcsolatban lépni általában egyáltalán nem egy nagy kaland. Nézd el a településed önkormányzatának honlapjára, és deríts ki, hogy ki a te választókerületed területi képviselője. Ha megvan, egyszerűen hívd fel, üzenj neki a megadott e-mail címen, vagy menj el a fogadó órájára. Az Ady Endre utca végigjárása után most a tapasztalataimat szeretném megosztani a területi képviselőjelöltekkel, ezért fel fogom hívni őket, és igyekszem majd időpontot egyeztetni.
Kármenős. Ó, jó napot kívánok! Én pedig Bárányi Ildikó vagyok, és akkor te Kármenőssel beszélek. Így van. Én az egyes választókerületnek az egyik lakója vagyok Gyálon, és az ügyben szerintem önt most, mint képviselőjelöltet keresem meg. Tudunk most egy pár percet beszélni? Természetesen tudunk hát. Köszönöm. Azért kerestem meg önt, mert én végeztem egy felmérést, én az Eleven Gyál civil csoportnak vagyok az egyik önkéntese, és én végeztem egy felmérést az Ady Endre utcában, mert úgy éreztem, hogy az Ady Endre utca felújítása nem sikerült túl jól. Megkérdeztem... Ez így történt, igen. Ó, akkor ebben már is egyetért. Hát, na, ezt kellene egy kicsit megbeszélnünk részletesebben, illetve más egyéb a választókerületet érintő problémákat, hogyha ön hajlandó egy személyes találkozóra velem. Lehet erről szó? Erről a problémakörülről más választókkal is beszéltem, és nagyon sok helyen visszatér. Én szerintem ez egy fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy beszélgetés minimum megér egy UKV mellett, vagy valami. Ó, köszönöm szépen! Hétfő délután. Jó, esetleg még ezt pontosítjuk telefonon, jó? Természetesen. 17-30 között. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra. Persze a képviselők nem mindig segítőkészek, de ekkor is van lehetőséget közérdekű bejelentést tenni, amire kötelességük válaszolni. A TASZ honlapján adunk pár tippet az induláshoz, hogy az üzenetet biztosan elérje a célját. Ahogy ráfordulunk az önkormányzati választásokra, vélhetően egyre több jogsértéssel fogunk találkozni. A következő részben megnézheted, hogy milyen lépéseket tehetsz, ha a Fair Play híve vagy.